Sziasztok, üdvözlök titeket újra a csatornámon. Megérkezett a kenyérdagasztógépem, amire nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és ezer évvel gondolkodom rajta, hogy kéne, és most van. Előkészítettem a helyét, úgyhogy gondoltam, hogy bontsuk ki együtt, és nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, mert ezerszer utána olvastam, hogy milyen kenyér dagasztógépet kéne venni, és mindig ez jött ki elsőnek, hogy mindenki ezt ajánlja, és hogy ez milyen nagy kapacitású, milyen jól végzi a dolgát, és hogy ezer éve gyártják, úgyhogy már teljesen kiforrott gép, szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen. Erre a gépre esett a választásom, még nagyon gondolkodtam. A KitchenAid-nek a Pro valami gépen, nem tudom, de majdnem a dupla annyiba kerül, és fele ennyi tésztát tudott volna egyszerre összekeverni, vagy megdagasztani. Iszonyat kíváncsi vagyok. Régen ez Electrolux volt, de valami ilyen 50-es évek, vagy 40-es években kezdték el gyártani. Nagyon durva. 1940 óta. Mindenféle papír. És még ilyen rajzai receptkönyv is, wow, erről nem volt szó. Állat. Leginkább ez ugye kenyérdagasztásra való, de marha jó, mert jár a géphez, így külön, ez habverő rész. Wow, süti. Ja, meg hát ugye lehet ehhez a géphez venni csomóféle tartozékot, így hús daráló is van hozzá, meg minden van. Na jó, oké. Úristen, ez sokkal nem úgy gondoltam. Ez durva. Ez a tésztagyúró. Itt a haboló. Szép zöld. Ez mit? Ja! Fel kell fordítani ezt a gépet. Ezen az oldalán meg van a Turmix géphez egy ilyen csatlakozó. És azt is olvastam, hogy semmiképpen ne kezdjük el csak magunktól összerakni úgy a gépet, ahogy mi azt gondoljuk, hogy jó lesz, hanem mindenképpen olvassuk el az utasításokat, mert nem biztos, hogy minden alkatrész oda megy, ahol mi gondoljuk. Úgyhogy először ezt kell berakni ide a kisebbik lyukba. Wow! És itt lehet állítani, hogy milyen gyorsan akarok megtekerni. Hogy azt tudja, hogy ezzel este nem lehet semmit sem csinálni, mert szerintem ez brutálisan hangos. Ezt hallottam, hogy az összes többi is ilyen hangos, szóval gondoltam, hogy akkor legalább azt választom, amelyik megfelelő kapacitással bír. Szóval szerváltam liszteket, amik én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek. Már egy párból sütöttem, de az egyik malom, ami nagyon érdekelt, az a garat malom. És tőlük rendeltem, hogy a tönkölybúza, ez ilyen teljes kiörlési 300-as, az nagyon durva rost tartalom. Teljes kiörlésű BL200-ast, meg ez a garatmalomnak a kenyérlisztje, pedig a búza finom lisztek vannak, ez is a garatmalomtól egy finom liszt. Akkor a másik malom, amit meg már én ismertem és tudtam, hogy nagyon jó, az a Tüske Szentpéteri búzafinomlisztje, illetve szinte mindegyik malomtól úgy rendeltem, hogy legalább egy kenyérlisztet és egy finomlisztet. Hajdú malomnak a párja, az itt van már hátul, abban már csináltam is kenyeret, és valami iszonyatosan nagyon finom lesz. A másik malom itt találtam, és nekem totálisan új volt, ez a Lipi Liszt Kft. És akkor, ami meg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes, az a Valoriz Kft. Teljesen családi vállalkozás. Rizs a magyar alföldről, a Körösök völgyéből. Hát ez valami fantasztikus. És ez a fehér rizs liszt, általában ezt szoktam használni, hogyha rajzolok a kenyerekre. A lisztnek a fehér színe megmarad, és jól kirajzolódik benne a minta. És akkor gondoltam, hogy ha már megtaláltam ezt a tök jó Valoriz magyar családi vállalkozást, akkor veszek tőlük fehér rizst és barna rizst. Ezeket még nem próbáltam, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyenek. És akkor többi, ez pedig ilyen maradék lisztek, a kukutyintól az alakor, ami megmaradt, ezek a francia kenyér és T45-ös lisztek, illetve az olasz 00-as és olasz durum liszt. Az igen.
Ma van a nagy napja, hogy ki lehet próbálni kenyérdagasztót. Én úgy vettem észre, hogy hiába mondja az Ankarstromnak az útmutatója, hogy először a folyékony összetevőket tegyük bele a gépnek az üstjébe, és utána egyesével apránként a száraz hozzávalókat. Én úgy vettem észre, hogy ha ezt így csinálom, akkor nem tud rendesen összekeverődni az összes alapanyag, illetve nagyon lassan keveri csak össze, mivel az üstöt forgatja csak a gép, magát a dagasztókart nem, ezért, hogyha először kerülnek bele a folyékony hozzávalók, akkor csak pörök körbe-körbe az edény, de nem keveredik össze benne rendesen a teljes tészta. És azt is észrevettem, hogy ez a tészta, amit most láttok, hogy én összedagasztottam a gépben, ez a 4,4 kiló, vagy ilyesmi. És az Ankarstromnak a reklámja az úgy szól, hogy akár 5 kiló tésztát is össze tud dagasztani. Most én 4,4 kilóval ilyen problémákba ütköztem, felcsavarodott a tészta a dagasztókarra, illetve erre a spatulára, ami elvileg az üst faláról szedi le a tésztát. Tök jó lesz csak. Hát szerintem jól csinálja a dolgát, csak lehet, hogy furán néz ki, de nem esik ki az edénybe. Ide belemászik a tészta, ennek a ilyen üreges. És ezt nem lehet kiszedni? Hát és ezt nem tudom, hogy lehet kiszedni. Na igen, nem is jöttem rá, hogy kell azt onnan kiszedni, mivel az a kar egyáltalán nem szedhető le, nem szerelhető le, és nem csavarható le magáról a gépnek a testéről. Réten azt nagyon nehezen lehet csak kitisztítani, szóval azt az üreges kart, azt minden egyes alkalommal, hogyha körülbelül 2,5 kilónál többet rak bele az ember, akkor már takarítani kell. Általában azt kell csinálni, hogy még amikor kezdenek összekeverődni az alapanyagok, akkor egy picit ott kell maradni a gép mellett, és akkor picit, de csak tényleg minimálisan, nem teljes erővel, de hozzá kell húzni egy kicsit ezt a spatulát az üstnek a falához, és akkor kicsit jobban, gyorsabban össze tud keverődni a tészta. És amikor már így elkezd összeelegyedni a tészta, akkor simán ott lehet hagyni a gépet, be kell állítani az egyik gombot, el lehet csavarni, hogy hány percig szeretnénk, hogy dolgozzon a gép, és ott lehet hagyni simán egyedül, és dolgozik, addig el lehet mosogatni, vagy bármi lehet pihenni. Összességében egyébként iszonyatosan nagy segítség ez a gép, meg marha jól dolgozik, nagyon szépen egyenletesen, és olyan buborékosra keveri a tésztát, hihetetlenül rugalmas lesz, és feszes, és puha, és homogén a tészta. Én ilyen tésztát még sose láttam, és amióta ezzel a géppel keverem a kenyereimnek a tésztáját, azóta mindig szinte úgy szétcsattannak a sütőben, hogy ez valami hihetetlen, olyan kenyérfül lesz tőle, hogy ilyet kézzel én még soha nem tudtam összedagasztani, egyszerűen szerintem fantasztikus, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Thank you.
És ahogy mutattam a videó elején, hogy van egy csomó tartozik ehhez a géphez legalábbis, ami alapvetően hozzájön, az ez a műanyagtál, és ez a kétféle abverő, illetve a rozsdamentes acél, kenyérnagasztó, üst, és egy műanyagból készült henger, ami vajas tésztákhoz jó, ilyen ovális keverőke. Ez mindenféle keksz és linzertésztának a keveréséhez ajánlott, és én ebben a videóban pont egy pite tésztát készítek, azt is tökéletesen jól összetudta keverni, nagyon gyorsan tulajdonképpen, szerintem ilyen 3-4 perc alatt készen is volt, amíg a gép megkeverte a tésztát, én addig előkészítettem, amiket majd szeretnék használni, nagyon-nagyon nagy segítség, és iszonyatosan szépen dolgozik. Ugye fél órát beraktam a hűtőbe, a pite tésztát, miután a gép összekeverte. Nagyon szép egyenletes lett, egyszerű volt kinyújtani. Ez a pite tészta is az Ankarstromnak receptes könyvéből való, és rögtön tökéletesen sikerült. Úgyhogy szerintem a receptek is most, amiket kipróbáltam, például a muffin is ennek az Ankarstromnak a receptes könyvéből való volt, ez a pite tészta is, úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy azok a receptek is, amik a géppel jártak együtt, nagyon-nagyon jól működnek, és elsőre is nagyon könnyen elkészíthetőek. Illetve még gondoltam, hogy akkor már kipróbálom ezt a habverő részét is a gépnek, szóval már akkor az összes funkcióját szerettem volna letesztelni ehhez a videóhoz. Úgyhogy csokoládé mousse receptet is elkészítettem az Ankarstrom receptes könyvből. Ehhez felvertem a tojásfehérjéket, amiket külön raktam, utána pedig ugyanabban az edényben, ne kelljen mosogatni, felvertem az összes többi hozzávalót is, tojássárgáját, a porcukrot, az olvasztott csokoládét, sót, tehát azt hiszem, hogy ennyi volt az összes. És ezeket is fölvertem benne, és utána még apránként belekevertem a tojásfehérjét, a tojásfehérjéknek a fele, akkor kivettem a tálból, és külön kézzel beleforgattam a másik felét a tojásfehérjéknek, hogy teljesen azért ne törjenek össze, és utána pedig belekanalaztam, illetve beleöntöttem a pite formába, és beraktam egy éjszakára a hűtőbe. Úgyhogy így összegzésképpen annyit tudok erről mondani, hogy teljesen megéri beruházni ebbe a gépbe, hogyha ti se szerettek folyamatosan kézzel dagasztani, vagy sok tésztát kell összedagasztanatok, vagy egyszerűen csak egy kis könnyedséget szeretnétek az életetekbe. Ugye én nagyon-nagyon tudom ajánlani ezt a gépet, nekem egyelőre ugyanígy nagyon bevált, most már egy hónapja használom körülbelül, úgyhogy ha eddig gondolkoztatok rajta, vagy szeretnétek valami jó kis konyhai robotgépet, akkor ezt teljes szívvel tudom ajánlani mindenkinek. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogy tudtam vele segíteni, és találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!